démont az Úr Jézus nevében, rászóltam az Úr Jézus nevében, és azt mondtam, mi Jézus Krisztus nevében neked parancsol, te gonosz szellem, menj ki ebből az emberből, és megmenekülsz. És mikor ez megtörtént, egyet rántott rajta, és megszabadult. Hadd mondjam testvérem, hogy csodálatos szabadulásból vett részt ez a fiatal testvér. Megszabadult egy olyan démontól, ami ott lakult az ő életében, és már néhány éve a Deok merítkezve, ott ült a gyülekezetben, ott volt, ott ért a gyülekezetben, és mégis megkötözve, és mikor Szentlélek jelenlétében volt, akkor törébe lett ez a démon benne, és olyan hatalommal elkezdte őt vadlani és söpörni, hogy egyszerűen ember feletti dolgokban történnek. De dicsőség Istennek testvérek, hogy az Úr Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mind örökké. Én ezt a megtapasztalást nem kerestem, nem kértem, engem az Úr belevitt, ebben a helyzetben nem szeretem az Úr Jézus Krisztus, és ezért Istennek drága lelke tanított engem. Itt is nem ember tanított. Tudjátok, és akkor láttam meg, hogy a tökéletes szeretet kiűzi a félelmet. Ha te félsz, akkor nem érintheted ilyen embert, mert azok által a félelmek által ezzel megtámadhat az a gonosz szellem. De ha te nem félsz, akkor nem félsz, ha tökéletes a szeretet. Krisztus szeretete, ha tökéletes a te szívedbe, akkor nem félsz. Mi van megírva? A tökéletes szeretet kiűzi a félelmet. Ha ott van Isten szeretete a te szívedben, nem félsz. Nem félsz. Egyszerűen a tökéletes szeretet kiűzi, még ha lenne is, kiűzi a félelmet. Figyeljétek az Úr Jézus Krisztus ott a Getsemáni kertben, mikor harcolja, jöttek ilyen szorongatások rája az Úr Jézus Krisztusra, tudjátok mi volt az, amit győzött? A szeretet. A szeretetnek a győzelme ott volt már a Getsemáni kertében, már ottan legyőzte a félelmeket, egyszerűen a szorongattatásokat, és egyszerűen már Sátán már ebben sem nem tudott rajta fogni. Se a bűnben nem tudott rajta fogni, se a félelemben, mert legyőzte, a tökéletes szeretet legyőzte a félelmet. No, én nem arról beszélek, hogy bennem tökéletes szeretet van, hanem Krisztus szeretete az tökéletes, amit befogadhatunk a szívébe. És így, mikor megöleltem ezt az én testvéremet, mikor magamhoz öleltem, akkor éreztem, hogy nincs olyan erő és nincs olyan sátáni támadás, amitől félne az én szívem, mert én annyira az én szívemben Krisztus szeretete lakozik, hogy én tudtam, hogy a sátán nincs joga engem megtámadni. És valóban arra a pillanatra, arra az időre a sátán eltávozott, mert nem bírta a Szentléleknek a jelenlétét, nem bírta ennek a szeretetnek a erejét. És akkor józan ésszel tudok gondolkozni. De ahogy elengedtem, rögtön abban állapotban volt. Ez az én megtapasztalásom, amit Isten kegyelméből adott nekem, ezért mondom testvérek, hogy tudjátok meg, hogy egy hívő ember is lehet megkötözve. Én csak azért mondtam el ezeket a dolgokat, hogy nehogy valaki átesik a lónak a másik oldalára, hallottam már olyan tanokat, hogy egy keresztény ember nem lehet megkötözve ott, vagy talán még megszállva. Én azt gondolom, hogy rengeteg ember, rengeteg keresztény megkötözött a gonosz, és rengeteg megszállottság van még a hívők között is, de ott lapul, tudjátok, ott lapul a démon az emberek életében, és akkor, mikor egyszerűen eljön az a óra, eljön az a pillanat, és fölébred ez a gonosz, akkor a pusztító munkáját végzi annak a hívő ember életében, és sokszor nem csak annak ember életében, hanem még a gyülekezeti életben is egyszerűen fölmerül, és aztán repülnek lelkileg, repülnek a tányérok, és formában csak mondom a dolgokat. Jó. Lehet ellen mondani, én
nem a magamért mondom, az Úr Jézusért mondom, úgyhogy ezt, ha valaki nem tudja elfogadni, nem erőltetem senkire, ezt a lelki meglátásom, ezt az Úr Jézustól nyertem életemben. No most megmutatom, hogy hogy kezdődik a hívő ember életében a megkötözöttség. Ez nagyon fontos, hogy mert itten egyáltalán általában az emberiségről és az emberekről beszéltem. Hívő nem hívő, ugye? De mostan a hívő emberre rátérünk, hogy hol van, hogy kezdődik a megkötözöttség, és aztán azok a fokozatok egészen a démoni erők, ahogy megszállják az embert. Figyeljétek meg! Ez az ember teljesen a sátánnak a hatalmában van. Ez az embert lehet nevezni egy hideg állapotban lévő emberben. Az önző ember, agresszív, depresszív, ami jön sorba, egyszerűen éli az ő életét. Ilyen a világi ember. De most ha figyeljétek, ez az ember nem jó neki ebbe a helyzetre, és bejön a gyülekezetbe, bejön a templomba, és azt hallja, hogy az Úr Jézus Krisztus szívbe kell fogadni. Szívébe kell fogadni. Figyeljétek, mi történt. Befogadja Jézus az ő szívébe. És itt történik egy probléma, hogy megoszlik az embernek a szíve. Ha nincs megoldva ez a helyzet, akkor egyszerűen megoszlott az embernek a szíve. Hol van megoszolva? Az ő értelmében, az ő akaratában és az ő érzelmeiben. Az azt jelenti, ha megoszlik az embernek a szíve, akkor értelmében tudja, hogy mi Isten akarata, megérti, de egyszerűen egy más verzió jön az ő elmélete. Hát azért másképp is ezt lehet megoldani, ugye? Kettős gondolkodás. Akarat is, akarom, de mégis mikor jön a bűnnek a kínálata, nem oda csúszok, ahova akarom, hanem egyszerűen másik oldalra csúszok. Azt mondja Pál, mikor azt mondja, hogy bűnösi ember kiszabadít meg ettől, ugye, ebből az állapotból. Na lássátok, hogy ez egy akarat megvan, de egyszerűen az is megvan oszolva, mert mikor már jön a döntés, akkor nem jó fele döntök, hanem a rossz fele. Megvan oszolva ez akarat. És a harmadik az érzelem. Ezek az emberek, akik meg vannak kötözve, érzelmileg hatalmas nagy kilengések vannak az ő életükben. Tudnak nagyon boldogak lenni, nagyon nagyot tudnak hallelujázni, aztán hétközben lent vannak a padlón, és ott vannak a mélységben. Testvérek, ez megkötözöttségnek a jele. Ez nem elvetett, itt nem elvetésről van szó, hogy most el kell vetni ilyen ember, hanem kell szabadító szolgálatok felé szolgálni. De meg kell érteni az ő állapotát. Meddig ő kezet ad a sátánnak, és meddig valóban meg akar szabadulni. Mert van olyan, hogy valaki azt mondja, akarok megszabadulni, de egyszerűen megvan oszolva az ő szíve, egyszerűen olyan állapotban van, hogy akarom, de mégis maradok abban a helyzetben. És el tudja foglalkoztatni az ember évek hosszú sodáig, és rengeteg időt és rengeteg erőt el lehet pazarlani valakire, aki akarja is, még nem is.